It's time to be ahead of the times again. Thank you.
Szavaztok, srácok, jöhetnek a kommentek, nyugodtan, hagyd lássam. Mondjátok el, hogy tetszik. Ő az új A7-es élőben, Ingolstadtból, a szülő hazájából. Most láthatjátok ti a világgal együtt elsőként. Szia András, szia Andrew. Hú, de szép ez a hátsó rész. De gyönyörű ez a hátsó. Ez nem koncepcióautó, ez már maga a kész végtermék. Épp arról beszél az úriember, hogy neki a legszebb része az autónak a hátulja. Egyetértek. Mondjátok el nekem, srácok, szevasztok mindenkinek. Péter, Petra, Bence, Józsi, Csaba. Sokan vagytok, szavaztok, írjátok meg, hogy hogy tetszik, jó? Hátulja nagyon állat. Igen, egyetértek. Szia Csaba, szia Milán. Szóval, mint már tudjátok, élőben világpremiér, ti láthatjátok elsőként. És ez így van rendjén. Igen. Rupert Stadler. Az Audi főnöke. Kedves hölgyeim és uraim, ez az úriember az Audi főnöke személyesen. Azért ez nem semmi. Ez az úriember vezeti ezt a márkát. Egy igazi nehéz bombázó a színpadon. Versteckt abgegeben. Yes. Diese Studie kündigte für uns alle eine wirklich neue. Ugye pont arról beszél, hogy a prolog, amiről tettem ki nektek képeket, az volt az előfutára ennek az autónak. Szia Dönci! Ugye arról beszél az úriember, hogy az Audi a digitális világban nagyon messzire haladt már ezzel az autóval. Ezt majd megnézzük belül is. Valószínűleg mindent átvettek már a digitális panelek. Azt még nem láttuk belül, hogy néz ki, de majd megnézzük azt is. Hátsó ülésen milyen a fejtér? Majd megnézzük. Én azt gondolom, hogy simán el fognak férni, akár a 190 centis németek is.
Srácok, jöhet kommentbe. Mit gondoltok erről az autóról? Szeretném, hogyha megírnátok. Szia Bazsa, hello Imola, szia! Most jön a legjobb rész, féljetek a hátulja. Fárad el a kezem. Nézzétek csak ezt a hátsó részt. Ez a legkomolyabb, nézd. Ezt nézd meg. Parádé, parádé, felején, parádé, óriási. Egyszerű kis modellben mutatónak indult, ez egy design orgia lett. Azt nézzétek meg, milyen gyönyörű. Gyönyörű. Ez nagyon merész, ez a hátsó, ezek a lámpák. Nagyon durván jól néz ki, István, egyetértek. Péter is. Most meg arról beszél az úriember, hogy rengeteg új elektromos autót fognak kidobni a következő években. Egyetértek, Tibi, tök jó az észrevétel. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. De gyönyörű ez az autó. Ez a hátsó lámpa, ez óriási tud. De a sziluett is jó. Szerintem nem olyan esetlen, mint az elődje volt. Nekem egy picit a hátulja az elődjének nem tetszett annyira, de ez gyönyörű. Írjatok még nekem, légy szíves. Mit gondoltok erről az autóról? Használjuk ki a lehetőséget, hogy most világpremiér van. Most történik minden. Tadám! Rupert Stadler beszél, az Audi főnöke. Alexander Salz für Finanz, IT und Integrität und Harschott, den kennen Sie auch. Der ist allerdings schon wieder heute unterwegs und will natürlich mit den Märkten die Erfolge organisieren. Herzlich willkommen an dieser Stelle Ihnen also unsere Arbeitsplatte. Megmutassak nektek egy igazán sikeres bloggert. Ez a fickó egy igazán sikeres blogger. Csak irigykedem arra, hogy mi mindent ért már el az életben. Még nem sokat, de lehetetlenül jól beszél. Írtózatosan jól beszél. Sokkal szebb autós fazika gyártok, mint ő, de sokkal többen követitek őt. Viszont mind a kettőnél szebb az új Audi. Már megyünk is vissza. Ja, figyelj, most jön egy ajándék, tech2.hu, lájkoljátok. Szia Éva, hello János, szia! A srácnak előttünk a kopasz fejfoltja, az nagyon sokszor megvan már. Mutasd azt a sajt akkor. Igen. Tényleg. Vannak itt azért az újságíró szakmában olyan kollégák is, akik megérdemelek egy képet, és már összeborult. Szóval, srácok, maradjatok, ne menjetek sehova, oda megyünk. Oda megyünk, kibújok a kötelékeimből, oda megyek, belenézzünk, megnyomkodjuk. Mondjátok, mit szeretnétek látni? Megnézzük. Visszaváltok és indulunk. Közben akkor gyorsan összefoglalom. Hello, sziasztok mindenkinek! Tök jó, hogy itt vagytok ilyen sokan. A Ingolstadtból jelentkezem. Az új Audi A7-es bemutatóján, ami egy egészen új korszakot kíván megnyitni az Audi életében. A digitális világ és a hagyományos autózás szép elegye lesz ez, de
most így kívülről gyorsan nézzük meg, hátulját nézzük meg, hát mindjárt oda is megyek a hátuljához. Szeretném ezt a lámpát, öregem, de gyönyörű ez a lámpa. És hogyha lecsukjuk, várj egy picit. Igen. Ezt nézzétek meg. Micsoda? Hát én csuktam le az ajtót, mi az, hogy nem férek oda hozzá. Nézzétek meg ezt a hátsó lámpasort. Persze Balázs, berőfentem. És itt már az új számozás is láthatjátok. Ugye az Audi át fog térni arra, hogy egy új számozást vezet be. Ez az 55 TFS-i modell lesz, amivel ugye a motor teljesítményét hivatott majd leírni. Tehát most már új megnevezések lesznek, nem mit tudom, 3.0 TDI, meg ilyesmi, hanem a teljesítményre utaló 40, 50, 45, 55, és így tovább, és így tovább. Megnézzük kicsit kínai kollégák, és kikerülünk mindenkit. Az egész világ itt van. Tehát itt most, ami történik, srácok, az egy pici történelem. Dupla üvegezés, azt mutatja a kollega? Aha. Dupla zajvédő üvegezés. Szentes lesz az autó. Igen, és gyorsan oda benézünk, jó? Mert az az a rész, amit még eddig nem láttunk, de most... Bocsánat, sorry. A kopaszodó kollégát egy kicsit arrébb lögdösöm. Azta... Igen, és ez nem koncepcióautó, hanem ez a Pure való. Jó, tehát középen egy LCD panel, lent egy LCD panel. És természetesen a digital cockpit. Hoho, srácok, most jövök én, ezt nézzétek. Oké, na most gyorsan. Így néz ki belülről. Írjátok meg, mennyire tetszik. Itt van egy digitális panel. Itt van egy digitális panel. És a váltó nagyon technokrata, hideg. De hát az Audik azok hidegek. Sosem arról szóltak az Audik, hogy óriási érzelmeket keltsenek, hanem hogy tökéletes minőséget adjanak. Hát igen, wow, igen. Beengedjük a kollégát, más is használja ki a lehetőséget. Írjátok meg, mit gondoltok róla. Gyönyörű autó. Nézzük meg még előről. Elől is ugye a nappali menetfények változnak. Mutatom. Írjátok meg, srácok. Tessék, legyen ez egy terápia. Írjátok ki magatokból, mit gondoltok erről az A7-esről. Igen, kütyűből lesz benne elég, abban biztos vagyok. Zseniális egyébként, gyönyörű autó, tényleg gyönyörű autó. Haha, ki jött ide hozzánk, szavasz Hugi! Majd nézd meg a videót, az elejétől fogva, most már a végére csatlakoztál be. Na mondjátok, hova üljek be, mit nézzek meg, mit szeretnétek látni? Az újságíró kollégák szépen lassan kezdenek eltűnni a képből. Itt van mindenki, aki számít ma egyébként. Mikor jön tesztre, igen. It's a beautiful car? Yes, absolutely. Just look at the tail. It's a beautiful car with this LED lights. Oh my god. I'm in love. The same, but if you watch me. Yep. Voilà, okay, comme ça. What are you feeling about this new car? Well, it's a beautiful car. If you take a look at this tail light, they are amazing. So I have never seen before this beauty. So I'm in love. But I'm online right now, so if you don't mind, I'm going on my broadcast. Your name? My name is Gábor Bertalan. I'm from Hungary. Okay, thank you. Okay, thanks. Egy kis interjút adtunk, a kutya fáját. Hát nézzenek már oda, a Sámát meginterjú volt a valami francia muki. Fejtér hátul? Mindjárt beülök, srácok. Kivárjuk a sorunkat, és már szépen lassan kezdenek eltűnni az emberek.
Szóval írjátok ki magatokból, jó? Nincs benne semmi tekerő. Hát srácok, a digitális világ az ilyen. Az a helyzet, hogy annyira fejlett már egy autó hardware szinten, futómű, fék, karosszéria, hogy nincs hova fejlődni. Na jó, ho-ho! Na. Fejtérpróba. Kedves feleim, 180 centis fickó beül, mutatom a fejteret. Kb. Ennyi. Így, jó? Tehát nem mondom, hogy nem ültem még nagyobb autóba, de kupéhoz mérten, ez teljesen jó. Én egy 185-190 centig, 185 centig ezt az autót hátul is adom. Hely. Just keep on doing. Do it. Mindenhol képernyők. Aha, és most már bekapcsolták a... Aha, oké, most már rátették a gyújtást. Mindenütt képernyők. Alul, fölül, műszerfal helyén. Enyém az autó, srácok, beültem középre, szóval! Azoknak, akik csak most kapcsolódtak be, gyorsan elmondom, Ingolstadtból jelentkezünk, az Audi Fórum helyszínéről, ahol most, éppen most történik az új A7-esnek a világ premierje, ez a bemutató, és hát abban a szerencsében van részünk mindannyiunknak, hogy együtt nézhetjük meg ezt az autót. Így néz ki az új A7-es. Ez már nem koncepció, ez az az autó, amit majd, ha bementek az Audi szalonokban, meg is vásárolhattok, és a digitális fejlődés talán ez a legnagyobb, ami ebben az autóban most kimagasló, hogy minden gombot lecseréltek képernyőkre. Hogy ez mennyire jó, ezt majd eldönti az élet, meg ti, de hát a világ errefele halad. Nehéz már a hardware-ben akkorát alkotni, muszáj hozzányúlni az autókhoz ilyen digitális trükkökkel, vagy ilyen digitális módon. És nem lesz kevesebb a képernyő, csak több, és több, és több, és több, míg nem beköszönt az önvezető autózás kora. Igen. És egy villáminterjú Magyarország egyik legsikeresebb tech újságírójával. Ez túl erős. Tech újságíró, nem autós újságíró, tech újságíró. Kedves kollega, hogy érzi magát hátul? Rendkívül tágas, kényelmes, bármikor hazamennék ezzel szívesen. Valószínűleg erre még egy ideig nem kerül sor, de majd valamikor a közeli távoli jövőben azért valószínűleg mégiscsak sikerül megkaparintanunk egy ilyen járgányt, ugye? Mindenféleképpen, azzal leszünk. Ezzel megyünk. Képüljük, leveszik a így, és maradjunk abban, hogy mit szól ön, mint tech újságíró, ahhoz, hogy ebben az autóban nincsenek gombok, csak és kizárólag képernyők. Alapvetően nekem tetszik így, hogy be vannak kapcsolva a kijelzők, mert az a gond a mai világgal és a mai autós világgal, hogy kikapcsolt kijelző esetén a belterek nem mutatnak sokat. Hát ez igaz, üres fekete panelek, igen, ugye? Üres fekete, viszont ha be van kapcsolva minden, akkor már is elénk tárul a jövő, és éppen ezért ilyenkor már tátott szemre tudja az ember. Szeretjük ezt a jövőt, kedves kollega, mint tech újságíró? Az önvezető járművek korát, vagy hát most jelenleg mondjuk, ezt a sok igen. kijelzős sok kort? Kijelzős, önvezető felé érkezős. Mindenki azt mondja, hogy maga szeretne irányítani, de valamennyire segítenek a szenzorok, és kényelmesebbé teszik az utat, plusz valamennyire biztonságosabbá is teszik. Hát hiszen, igen. Hiszen azért nem egyszer fordul elő, hogy nem veszünk észre egy hátulról jövő biciklist, és az autó, hogyha befékez, akkor hálásak lehetünk neki. Ezzel egyetértek. Tehát lehet szeretni, lehet kevésbé szeretni. De kihagyni nem lehet. Mindenképpen hasznos, és bármennyire is szeretnénk, ez a jövő. Oké. Okay. Hát ez összeszedett. Minden részletében alapos nyilatkozat volt. Lopok egy képet. Kiszállok. Köszönöm a lehetőséget. Ne viccelj már, hát én. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy emelted a műsor fényét. Kiszállok, hogy beszállhassanak az apró termetű kínai kollégák. Jézusom. Vannak autós újságíró szakmában, úgy látszik, hölgyek is. Na, srácok. Ha van még észrevétel, megjegyzés, akkor mondjátok el, közben itt megy egy adás. Kimegyünk, megnézzük kint mi van.
mert lehet, hogy kint még találunk valami csodát. Ha nem, akkor lassan zárom a műsort. Itt kint nincsen, ugye? Kiállítva belőle. De hogy is nincs, akkor még ezt itt kint is megnézzük. Még a hátulját szívesen megmutatom nektek egyszer, aztán utána el is köszönök. Itt mennek a tévéinterjúk, mennek a közvetítések, úgyhogy igazából csak egy utolsó képet még rögzítünk. Köszi, hogy itt voltatok. Nagy öröm ez mindannyiunknak. Befordulok, hogy láthassátok. Köszi, hogy itt voltatok. Jó, hogy néztek. A következő Audi témájú tesztem az az RS5-ösről szól. Már leforgattuk, úgyhogy hamarosan jön. Ha szeretitek az Audikat, akkor ezt biztos szereti fogjátok. Az RS5-ös ugye 450 lóerővel zargatta fel az életemet. Tök jó tesztet csináltunk róla. Az autosámán.hu-n természetesen ez is ott lesz. A mostani legfrissebb videóm viszont az Audi egyik versenytársáról szól, ez pedig a 430D X-Drive Grand Coupé BMW. Azt is nézzétek meg, tartsatok velem. Meg jó, hogy itt voltatok, meg örülök, hogy megmutathattam ezt nektek. Így néz ki az Audi fórum, így néz ki egy világpremiér az Audi szervezésében. Remek móka volt. Szavaztok, köszi, sziasztok!